Maradunk még a gyümölcsnél. Most az aszalással foglalkozunk. Egy 60-70 évvel ezelőtt Ladányban a legfontosabb tartósítós mód az aszalás volt. Ez nem kellett tartósítószer, nem kellett hozzá cukor. Most Hegyesi Szilárd Békésről erről fog beszélni. Üdvözlök mindenkit, Hegyesi Szilárd vagyok, Békésről érkeztem. Gyakorlatilag én a napkollektorról fogok majd beszélni. A napkollektornak rengeteg felhasználása van, de a művügy szúrhoz hasonlóan is az elejéről kezdeném. Gyakorlatilag maga a környezetvédelem, ugye ez is összekapcsolódik teljesen. A környezetvédelem gondolata olyan 10 éves koromban jelent meg nálam először. Ez ott indult, hogy nem szemetelek. Tehát egyszer mentem haza a piacon keresztül az iskolában, és láttam, hogy hatalmas nagy szemét hegy van minden egyes piaci nap után, és akkor én eldöntöttem, hogy ott is akkor, hogy én többet nem fogok szemetelni. Ez így le is csengett egy olyan, 2008 magasságáig gyakorlatilag ez maradt. Figyeltem persze környezetudatosan, próbáltam élni. És 2008 magasságában találkoztam először a napkollektor, illetve a sörkollektor, nem tudom, hogy ez ismerőse Csengye, a sörkollektor gondolatával. Igen. Sörkollektor gondolatával ekkor találkoztam először. Gyakorlatilag ott megnéztem, és a neten találkoztam vele, járta az agyam, gondolkoztam, hogy kéne, mint kéne, műszaki ember vagyok otthon az asztalos szakmában, a gépészetben, teljesen összeállt a fejemben a kép, hogy akkor mit kéne, és akkor hogy kéne, és mint kéne csinálni. Ez megint lappangott egy éven keresztül, majd fogtam magam, elsengedtem, és úgy döntöttem, hogy akkor én ezt most meg fogom csinálni. Mint műszaki ember azonnal összeállt a fejembe a kép, hogy akkor melyik vászszerkezet, milyen illesztések, milyen gépészet, milyen csövezés, minden teljesen összeállt. Majd elkezdtem matekolni, ütöttem egy számológépet, és számoltam a hosszat, szélességet, mondom, hogy jesztusom, hát ebbe kell, hogy 300 sörös doboz. Ide első nagy dilemma, hogy hát én nem is hiszem, sőt, honnan fogok én ennyi doboz szerezni. Majd ugye ez meg is akadt egy picit, lementem a barátaimhoz, elmondtam, hogy akkor én mit is szeretnék valójában, elmondtam a dilemmámat is, hogy hát 300 dobozt honnan fogok szerezni, majd megütögették a vállam, megoldjuk. Azonnal lettek jelenkezők, ez heteken belül meg is történt, összegyűlt a doboz, neki is álltam építeni, építettem. Szerintem olyan 3 hónapon keresztül, úgy munkaidő után, mint volt egy fél órám, 3/4 órám, nagyon fontos ennek a kollektornak az építésében, az újrahasznosítás gondolata, hogy ne újat vegyünk, ne kelljen azért egy fát kivágni, hogy nekünk legyen egy kollektorunk, hanem az otthoni zsaluzásból megmaradt faanyag, egy rossz deszka, idézőjel, rossz használaton kívüli deszka, egy darab üveget vegyünk alapul, azokat rakjuk el és azokból építsünk, tehát újrahasznosítsunk, ne újat vegyünk. Meg is építettem ezt a kollektort, majd azzal a lendülettel neki támasztottam a garázs belső falának, és ezt olyan 2 éven keresztül nem érte semmi fény. Egyszerűen nem bírtam annyi lelki erőt venni magam, hogy ezt megfogjam, és fölmegyem a 4-4,5 méter magasságra a tetőre. Majd kis idő után alakítottam egy Facebookos csoportot, a Zöldfejeket, ahol hálá Jóistennek nagyon sok környezettudatos gondolkodású emberrel találkoztam, és egyből lelki erőt gyűjtöttem magamnak ahhoz, hogy ezt valójában fölvigyem a tetőre, és erről szeretnék majd mondani egy pár szót, hogy, mert én ezt a kollektor fűtésre használom konkrétan. Nem aszalásra, viszont aszalásra is tök jó, teljesen jól működik, úgyhogy arra is ki fogok térni. Működési jára, hogy működik minden egyes kollektor? Minden egyes kollektor egy fizikai alaptörvényen működik, ez az exoterm folyamat. Minden egyes test, miért nem látósít? Valami technikai plücök van. Kis türelmet kérnék.
már régen látni kellett volna valami. Tudna valaki nekem segíteni, aki ért ezekhez a dolgokhoz? Informatikus. Sanyi, tudnál segíteni? Az előbb még működött itt minden. Igen. Mint el is kezdtem az exoterm folyamat, gyakorlatilag a hőátadás törvénye. Minden egyes test ugyanannyi hőt tud leadni, mint amennyit a környezete fel tud venni. Tehát egy ilyen pohárba beleöntünk egy 60 fokos vizet, az nem fog leülni mínusz 10 fokra, ha a külső hőmérséklete plusz 20. Ugye ez érthető mindenkinek. Minden egyes kollektor, ami vagy nagyiparilag készí, vagy házilag, ezen az elven működik. Igazgató úr megoldotta. Köszönöm szépen. Ugye ez az egyetlen folyamat, amiről már beszéltem, minden egyes kollektornak egyetlen egy dologra van szüksége, legyen az gyári kollektor, vagy házilag épített kollektor, és az nem más, mint a napfény. Nem érdekli a kollektort az, hogy most kint mínusz 10 fok van, a gyáriakat főleg. Nem érdekli, hogy mínusz 10 fok van, vagy plusz 30 fok van, őt a napsütés érdekli. Ha van napsütés, van meleg. Ha nincs napsütés, nincs meleg. Kollektorok közötti lényeges különbség az a hatásfok. Nem mindegy, hogy egy kollektor milyen hatásfokon működik. Ha megnézzük a gyári kollektorokat, akkor nagyon nagy magas hatásfokot írnak, tehát ilyen 90-100, közel 100%-os hatásfokkal tudnak működni. Ezek a kollektorok nagyipari, nagyon nagy komoly technológiai háttérrel rendelkeznek, ezek a gépek, amik ezeket készítik. Hát nekünk sajnos nincs ilyen hátterünk, de nagyon jó hatásfokot tudunk mi is elérni. És itt jövünk a képbe mi, akik házilag szeretünk építeni kollektort, mert nekünk általában, én azt vettem észre, a környezetemben legalábbis, hogy a pénzünk az kevés, szívügyünk a környezetvédelem, szeretünk barkácsolni, spórolni akarunk, tehát megvan minden motiváció ahhoz, hogy mi magunknak ezt meg tudjuk építeni. Ez nem egy olyan ördöngős feladat, ez a kicsi kézügyessége van valakinek, vagy egy baráti társaság összeáll, pillanatok alatt meg tud egy ilyen kollektort építeni. Mi is az a hulladék? Ugye beszéltem arról, hogy újrahasznosítás. Sok esetben azt látják az emberek, hogy tehát egy sörös doboz is alapvetően hulladék. Tehát megössze az ember belőle a sört, összegyűjt és eldobja. Na most, ha újrahasznosítjuk, az mindjárt nem hulladék. Hulladék az, amit kidobunk. Egy sörös doboz például nem hulladék. Itt jön például a papír, és a papír sem hulladék. Összepréseljük, briketet csinálunk belőle, újrahasznosítottuk, felhasználjuk. Mivel kezdődik a maga a folyamat? Először is lelki erőt kell hozzágyűjtenünk. Tehát ahhoz, hogy ehhez egyáltalán hozzákezdjük. Azután gyűjtünk alapanyagot, mindenfélét, barátoktól, ismerősöktől, majd megint lelki erőt gyűjtünk, hogy ehhez hozzákezdjünk. Lelki erőt gyűjtünk a folytatáshoz, és egyszerűen összerakjuk, felszereljük, beüzemeljük és örülünk neki. Mi is az a sörkollektor? Sörkollektor egy borzasztó egyszerű szerkezet. Itt láthatom mögöttem is egy viszonylag kicsi bemutató darab. A sörkollektort az úgy működik alapvetően, hogy sörös dobozokat összeragasztunk egymásba. Itt többféle technológia létezik, ki tudunk térni esetleg, majd a kérdés lesz rá. Összeragasztjuk a sörös dobozokat, lefestjük feketejön, mert ugye a fekete a szívja a napfényt. Bezárjuk egy viszonylag jól hőszigetelt, de előről fényáteresztő valamivel, legyen az üveg, plexi, bármi, és hagyjuk érvényesülni. Elkezd sütni a nap, benne lévő levegő, mert ezek levegős kollektorok, levegő felmelegszik, egy ventilátor segítségével, egy viszonylag kis teljesítményű ventilátor segítségével pedig elindítjuk benne az áramlást. Alulról beszívunk, felül kifújunk. Bentről a lakásból kiszívjuk a levegőt, kiszivattyúzunk egy kis ventilátorra, felforrósodik a levegő, és visszafújjuk. Ez nyáron olyan 110, 120, 130 fokra
tud felmelegedni. Télen mínusz 10 foknál napsütéses időben, ezt kihangsúlyoznám, hogy napsütésről beszélünk mindig, napsütéses időben ilyen 30-40 fokot tud. A kint mínusz 10 van, mert 30-40 fokos levegőt tud befújni a lakásból. Ez azért elég kellemes tud lenni, villamosítés tekintetében. Méretezéssel. Méretezéssel általában én úgy tapasztaltam, a sajátomat is figyelembe véve, meg az ismerősökét is, akik már építettek, hogy egyetlen egy napkollektor, egy négyzetméter napkollektor, egy jól megépített négyzetméter napkollektor 10 négyzetméteres helyiséget tud befűteni. Napsütéses idővel. Ezt mindig kihangsúlyoznám. Hogyan működik? Igen, ezt elmondtam körülbelül. Gyakorlatilag ez most a ház falára van, ez a ház falára van most ez a kollektor felszerelve, de gyakorlatilag neki mindegy, hogy hova van. Tehát a tetőre van, egy szabad falra van, mind teljesen mindegy. Neki az a lényeg, hogy az áramlás, illetve olyan déli fekvésű legyen, tehát a tájolásod nagyon fontos, déli fekvésű legyen, mert ott tud a legjobb hatásfokon működni. Itt látjuk a nap, a sörkollektorunknak a metszetét. Itt jól láthatóan itt vannak a sörös dobozok, mint ahogy itt is. Itt találhatók osztógyűjtő dobozok a két végén. Ezek gyakorlatilag összes sörös doboz, ugyanúgy ki van fúrva, bele van vezetve ebbe a csőbe, és ebbe áramlaltatjuk össze teljesen széllyel, lehetőleg szabályosabban a meleg levegőt, és a végén meg kifújjuk. Itt szintén egy osztógyűjtő dobozt láthatunk. És itt jön még a vezérlés. A vezérlésről nagyon fontos. Ez most egy komolyabb rendszernek a vezérlése, bár ez is egy már pár ezer forintos történet. De nagyon fontos az, hogy a kollektorunk akkor működjön, amikor süt a nap. Ezt kihangsúlyoztam, mert amúgy pont ellentétes hatást érünk el vele. Tehát ha kint süt a nap, és fűt a kollektorunk, akkor meleg levegőt fúj be. Viszont ha elé megy egy felhő a napnak, akkor ugye mi, ahogy nem egy több százmilliós rendszerről beszélünk, elé megy a napnak, akkor a lakásból kiszivattyúzik gyakorlatilag a meleg levegőt, lehűtjük, majd a hideget fújjuk vissza. Nagyon fontos az például, hogy egy olyan vezérlés legyen, ami érzékeli azt, hogy a külső hőmérséklet, ami a kollektorban van, nem a kint az utcán, barom, ami a kollektorban van hőmérséklet, az melegebb legyen, mint a lakásé. Érthető, ugye? Jó. Esetleg kérdés valami ezzel kapcsolatosan? Egy kicsit lámpalázas vagyok, nem szoktam ilyen nagy közönség előtt beszélni, tehát most beszélek először. Hát gyakorlatilag, ha jól értem, akkor ragasztás előtt minden sörös doboz ki van fogva. Megfűjük. Igen. 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 Nagyon jó, hogy nem megy át a levegőbe. Igen, és pont említettem az elején, hogy magában a sörös kollektorok építésében is rengetegféle fajta van. Minden egyes doboz ugye ki van fúrva, tehát nyilván végig tud áramlani a levegő. Léteznek olyan kollektorok, ilyen például az enyém is, amit én építettem magamnak, hogy minden egyes illesztés közé, minden egyes találkozás közé egy ilyen úgynevezett perdítőlemez van beépítve. Gyakorlatilag egy álló ventilátor. Ez semmi más nem csinál, csak a beáramló levegőt egyszerűen megfordítja. Ez azért nagyon fontos, mert ha megfogunk egy ilyen dobozt, még nagyon fontos, hogy alumínium dobozt használjunk. Az a legjobb fővezető ennek. Megfogunk egy ilyen dobozt, próbálják majd ki otthon. Megmelegítik, fognak egy öngyújtót, megmelegítik az alját, azonnal meleg lesz a teteje. Abban a pillanatban átáramlott rajta a meleg levegő. Na most innentől kezdve, ha van egy perdítőlemezünkben, és elindítjuk benne az áramlást, az egy ilyen fajta áramlást is csinál, ami teljes mértékben leveszi a hűt. Tehát amikor itt megsüti a nap, annak a doboznak a hátulja is meleg. Viszont ha forog benne a levegő, az sokkal több hőt vesz le. Sokkal nagyobb a hatásfoka. Nagyon fontos az például ezeknél a kollektoroknál, hogy megfelelően próbáljuk méretezni a ventilátort. Nem jó az, hogyha egy kis ventilátort, teszem azt, biztos ismerik a férfiak, ezt a csőventilátort használjuk,
mert igaz, hogy fúj az így, hogyha így rakom a kezem, akkor fúj, viszont mire itt ezeken végigmegy, éppen hogy kijön belőle a levegő. Kijön belőle a 60-70-80 fokos levegő, viszont nagyon kevés forró levegő fog belőle kijönni. Ha kiszámoljuk a hatásfokot, vagy megnézzük, ha sokkal több levegőt áramoltatunk benne, kevesebb lesz a hőmérséklete, mert ugye visszahűti, viszont lényegesen több levegőt hűtnek, illetve fűt fel nekünk a lakásban. Tehát gyakorlatilag azt lehet így mondani, hogy ha egy kis csőventilátort használunk és felrakunk egy jól méretezett kollektort, akkor teszem azt 3-4 óra hosszú múlva érezzük a hatását, ha egy nagy ventilátort rakunk, akkor már fél óra múlva fogjuk érezni. És itt jön a felhasználása. Én, mint ahogy említettem is, én fűtésén, a lakásom fűtésére használom. Az enyém egy olyan 30-40 négyzetmétert tud befűteni napos időben. Viszont használtuk a kollektorumot, még nem volt felszerelve a ház tetejére, és még nem a garázsban állt. Addig használtuk gyümölcsaszalásra. Ez mondjuk a pálinkának nagy ellensége, hogy az a szalás. De egy kollektorommal, ha jól emlékszem, mondjuk csak egy ilyen tárcányi gyümölcsöt asszaltunk le vele, de egy olyan 2-3 óra hossza alatt, 4 óra hossza alatt, attól függ, hogy most mennyi felhő ment elé, simán meg lehetett asszalni egy ilyen tárca gyümölcsöt, viszont akkora áramlás van benne, és annyira nyomja a forró levegőt, hogy egyszerűen nem lehet lehűteni, és mindegy, hogy mennyit rakunk bele. Tehát most egy ekkora doboz telerakunk, mit tudom én, 10 centinként vagy 5 centinként gyümölcsel, és tud áramlani között a levegő, akkor akár szerintem egy 5-10 kg gyümölcsöt 3-4 óraszor simán lehet szabni. Valaki esetleg egy kérdés? Mondjuk a hölgyek azokat annyira nem érintette. Fűtés? Pártja. Akkor köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Nagyon szépen köszönöm Hegyesi Szilárd előadását. Annyit akartam még, hogyha bárkit érdekli, a Molnár Lajos meg fogja adni a számot, és ha valaki szeretne hozzákezdeni, az mindenféle támogatásban tudok segíteni. Sörös dobozt legalább 500-at tudok adni. Egy kérdésem van, de ha most látogat az ember erre a zöld fejek? Zöld fejek, igen, Facebookos oldal. Facebookos oldal, nem csak ezzel foglalkozunk. Meg lehet ott is találni, ott nem csak ezzel foglalkozunk, ott mindennel. Tehát rengeteg aktív tagja van már, hála jó Istennek, és ott mindennel foglalkoznak, gyümölcsmetszéssel, termesztéssel, szélkollektorral, napkollektorral, mindennel. Tehát akinek van egy ilyen zöld gondolata, azonnal. Ez jó gondolat. Köszönöm. És hol lehet megnézni ezt? Hát a házamnál bármikor, ha előtte fel. De én Dánfokon lakok. Dánfokon? Igen. De különben ez a kollektor a Dánfok időlőközpontban lesz majd felhasználva, mert mi is elkezdtünk egy ilyen gyümölcsfa telepítést, ősonnak gyümölcsfákat, és szeretnénk majd ilyen programokat csinálni, hogy ilyen gyümölcsasszalás, közös programban egy ilyen oltás, magcsalá, mindenféle ilyen programot, és akkor ott azok is a Facebookos oldalon meg lesznek hirdetve. Ott is lesz gyümölcsasszalás, ott viszont meg lehet nézni, hogy hogy működik. Na mindegy, te úgy tervezzük, hogy jövő tavasszal a kultúrportavor udvarán megépítjük a gyümölcsasszalót, Szilárdnak a szakmai útmutatása mellett, és akkor ott meg lehet tekinteni majd, akkor így lesz vadányba, és akkor bárki megtekinteti, meg időpont egyeztetés után jöhet oda asszalni a gyümölcsöt, tehát díjmentesen. Persze. Azt hiszem, ez jó megoldás. Köszönjük szépen, Szilárd! Köszönöm, hogy megnéztétek!